A Máté Szalkai Ipari Park egyik legjelentősebb vállalata a Hogya szemüveglencsegyártó ZRT. Az üzemben az elmúlt 5 év során nagymértékben növelték a foglalkoztatotti létszámot, és ezzel együtt a társaság árbevételét is. Így a cég által befizetett iparűzési adó is hozzájárult Máté Szalka fejlődéséhez. A Hoyának szinte napi kapcsolata van az önkormányzattal, támogatják a kórházat és a sportot is. A cég munkáját most a Máté Szalka Város Kiváló Vállalkozása 2016 díjjal is jutalmazták. A gyár az idei évre további fejlesztéseket tervez. 2016 volt egy nagyobb beruházási időszak, most visszatekintve a 11-12-es évek után. Itt több mint 1 milliárdos beruházás volt az elmúlt időszakban is. Most viszont még ezeknek az utómunkálatai várhatóak, és terveink között szerepel egy új raktár és irodaépület, amely egy picit a vállalkozás arculatát is befolyásolni fogja. Ez lesz az egyik legnagyobb beruházásunk az elkövetkezendőben. A díjat az önkormányzat és a vállalkozások közös vacsoráján adták át Tóth Istvánnak és a további cégvezetőknek is. Az évnyitó fórum azért fontos a város életében, mert az önkormányzat vezetése a vállalkozókkal így kötetlenül tudja megvitatni az őket érintő témákat. Rendkívül büszke vagyok arra, hogy kiváló kapcsolatban vagyunk, és ez az élet 100 területén megvalósul és testet ölt Máté Szalka önkormányzata és a vállalkozások között. Itt végképp nem arról van szó, hogy szeretjük a vállalkozókat addig, ameddig befizetik az iparűzési adót, hanem igyekszünk valóban egy olyan élő, viruló kapcsolatrendszert kialakítani, amely többek között a mai estében is megtestesül. A vállalkozások közös fórumát idén már 3. alkalommal szervezte meg a Máté Szalkai önkormányzat.